Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 25-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba, ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és mik az ő tervei. Ez a kettes szám az arra utal ti és ő. Egy párkapcsolat. Viszont jelenthet szerződést is, mint például egy munkahelyi szerződést. Ő szeretne valahol legyökerezni. Számára fontos a biztonság érzete. És ez minden területen fontos számára, ami az anyagiakat illeti, a munkáját illeti, vagy ami a párkapcsolatot illeti. De van valami, ami őt itt elszomorít, mutatja ez a szomorú főzfa. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett. Az mutatja a könnyűségeket és a kommunikációt. Az lehet, hogy ti vagytok ez a királynő, és ő szeretne beszélni veletek, vagy vannak elvárásai, és arra vár, hogy ti hozzatok fontos döntéseket, vagy érzi ezt a nőies energiát, és ő tudja, hogy fontos itt a beszéd meg a döntések, az is előfordulhat, hogy van az életében egy hölgy, és az úgy uralkodik felette, hogy mindent ő mond, ő hozza a döntéseket, és ez a férfi nem szólhat semmit, mert ez a hölgy uralkodik felette. A harmadik kérdés az volt, mit közöl veletek, ezt mutatja a hold, ezek az álmok és a remények, és ő abban reménykedik, hogy ti vártok rá, vagy abban reménykedik, hogy ti hoztok fontos döntéseket, és ezáltal elmúlik ez a szomorúság. Itt a napi kártya azt mutatja, ő bátor lesz, és indít egy új kezdetet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videófelvétel álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!